Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A boldogságos Szűz Mária szombatján szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 173-as énekének első versszakával kezdjük. Áldozzunk ki keresztények, a kegyelem útfejének, hogy megadta Istenünk. Szűz Mária, mi nekünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! A boldogságos Szűzanya szombati napján, szentmisén kezdetén, mindnyájatokat itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és otthonaitokban is, akik az Apostol Televízió szolgálatával ima közösségben vagytok velünk, bekapcsolódtok az Eukarisztia ünneplésébe. Ezt a mai szentmisét elhunyt Galina testvérünk lelki üdvért ajánljuk fel, aki húsvét hajnalán 2 hónappal ezelőtt költözött az örökké valóságba. Azon a napon, amikor a tőle kapott csodálatos krisztusi halotti leplet, húsvéti leplet elhelyeztük itt az oltáron, amit ő Moszkvából hozott ajándékba templomunknak, és így Krisztus sírjába elmerülve abban is reménykedünk, hogy a feltámadás boldogságának lesz a részese, és addig is élő közösségben lehetünk vele, imádságos szeretetben, úgy, mint a mostani szentmise asztal közösségében. Lelki üdvért ajánljuk föl a szentmisét, és szeretteiért, családtagjainak vigasztalódásáért. Gondoljunk a szentelendőkre is a mai napon, főegyházmegyénkben is bizonyára más egyházmegyei székhelyeken vagy templomokban papszentelések vannak, de az Esztergomi Bazilikában ma van a papszentelés délelőtt. Gondoljunk a szentelendőkre, az új misésekre és a leendő diákonosokra is. A Jóisten áldását kérjük mindnyájunk életére, hogy a Szűzanyát úgy tudjuk tisztelni, mint közösségünk édesanyját, és ebben a közösségben mi is részt vállaljunk, kivegyük részünket a szolgálatból, a közösség építéséből, a Mária misék szövegeiből. A boldogságos Szűz Mária az egyház mintaképe és anyja ima szövegeket választottuk a mai napra. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Uram, irgalmasz! Uram, irgalmasz! Uram, irgalmasz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Istenünk, a Te hatalmadból és jóságodból, a boldogságos szűzben, a megváltás fölséges gyümölcsében felragyogott előttünk az egyház tökéletes képe. Add meg földi zarándok útját járó népednek, hogy tekintetünket őre elszegezve, hűségesen kövessük Krisztust, amíg el nem érkezünk a dicsőségnek abba a teljességébe, amelyet örömmel szemlélünk a Szent Szűzben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetségfői Joás király elé járultak, és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyettem bálványszobrok és faragott képek előtt mutattak be áldozatot. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király nem akart emlékezni arra a jótéteményre, amelyet Zakariás atya Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordultával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet, levágták az összes főembert, a zsákmányt pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekély erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra, saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjában. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jézus Krisztus vállalta a szegénységet, ám bár gazdag volt,
hogy gazdaggá tegyen minket szegénysége által. Alleluja! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket sem, sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban, kedves gyászoló testvéreim! Ti elsősorban az Isten országát keressétek és annak igazságát. Ez az Úr Jézus üzenete most számunkra, ezen a Szent Misén, a Szűzanya szombatján, amelyet elhunyt Galina testvérünkért ajánlunk föl. Oly sok mindennel foglalkozunk gondolatainkban, földi életünkben, és oly sokszor erőt vesz rajtunk a kicsiny hitűség, a bizalmatlanság, a gyengességünknek a tudata, elfeledve azt, hogy mi nem magára hagyatott emberek vagyunk, nekünk van gondviselő atyánk a mennyben. Az Isten országát és annak igazságát keresve, elsősorban azt kell felfedeznünk, hogy Isten nem egy filozófiai fogalom, amiről lehet beszélni, valamilyen logikai elv alapján bizonyítani egy felsőbb lénynek a mi voltát. A Jóisten nem is csak egy világnézet, hogy az ember a saját kénye kedve szerint véleményt alkosson a világról, az életéről és a végső dolgokról.
De Isten nem csak teremtő, ha már személyes Istenben hiszünk, aki egy bizonyos szellemi irányzat szerint, amit deizmusnak neveznek, úgy teremtette meg a világot, hogy aztán magára hagyta. A gép forog, az alkotó pihen, ismerjük az ember tragédiájának egyik mondatát. De a Jóisten nem fejezte be szerető gondoskodását a teremtésben, hanem az idők végéig itt van az ő gyermekeivel, az emberrel, akit a teremtés koronájának teremtett, de mégis gyermekévé fogadta, és minden bűne, gyengessége, hiányossága ellenére is a gyermekeiként tekint ránk. A most hallott evangélium talán a legszebb összefoglalása az evangéliumi üzenetben az isteni gondviselésnek. Nem az a fő kérdésünk, hogy mit tegyünk, vagy igyunk, vagy mibe öltözzünk. Fontos dolgok ezek, hiszen a bölcs magyar mondás szerint is saját magunkon is kell segítenünk ahhoz, hogy a Jóistentől segítséget várjunk, de ez nem azt jelenti, hogy mindent nekünk kell megoldani. Nem azt jelenti, hogy ne szorulnánk rá segítségre, ne szorulnánk rá a biztonságra, amit egyedül a Jóisten ad meg számunkra. Mert sokkal fontosabb kérdések is vannak az életünkben, mint a holnap kérdése, ahogy az Úr mondja, elég a napnak a maga baja. Nekünk minden nap hálát kell adnunk reggel is és este is. Reggel azért, hogy új napra ébredhettünk, és egy új nap lehetőségei állnak előttünk. Este pedig megköszönjük, hogy a ránk bízott lehetőségekkel éltünk. És majd holnap ugyanez megtörténik a Jóisten szeretetéből. Nem szabad vitatnunk azt, hogy a jövőbe kell tekintenünk, de nem a mindennapi ügyes-bajos dolgainkkal, nem így araszolunk előre az életünkben, hogy hogyan lesz holnap, és még mit kell tennünk a következő héten. Nekünk sokkal messzebb vannak, ugyanakkor egész közel vannak a távlati céljaink, mert mi a Jóistennek örök országát tartjuk szem előtt, és e felé az ország felé haladunk. Sőt, ez az ország, a mennyek országa itt van már közöttünk. És ezért bár nap mint nap el kell végeznünk a napi teendőinket, sőt, a bűnbeesés óta vállalnunk kell a nap terhét, fáradtságát, kudarcait is. Vállalni kell az embernek a testi kínokat vagy betegséget is. De a mennyek országa felülír minden ilyen emberi tökéletlenséget és törékenységet. És mi ezt az országot tartjuk magunk előtt, szem előtt. Ezt mondta most az Úr Jézus, ti elsősorban, az Isten országát és annak igazságát keressétek, és a többi segítséget foglaljuk össze, a megélhetésre vonatkozó gondolatot, ezt megkapjuk hozzá minden nap. Galina testvérünk az Isten országát és annak igazságát kereste. Szép egybecsengés az, hogy ma a szűzanya szombatja van. A szűzanya oltalmában bízva imádkozunk. És a szűzanya neve alatt ismerkedhettünk meg csak hang alapján elsősorban Galinával, amikor elindult a Mária Rádió,
és abban a katekézis, a mindennapos hittanóra. Nagy öröm volt számomra megtartani ezeket a hittanórákat annak idején, én már 16 esztendeje, és fontos volt azt az ügyet szolgálni, hogy az emberek megismerjék Krisztus tanítását, az egyház tanítását. De hiába való lenne a tanítás átadása, ha nem lennének nyitott szívek, melyek befogadják azt, elhatározások, amelyek életté váltják a befogadott igazságot. És Galina azt így élte meg. Megnyitotta a szívét, és minden nap kereste az Isten országát. Ezt igazolta a rendszeres telefonhívásaival, amelyek nem csak kérdéseket fogalmaztak meg, hanem átelmélkedett gondolatokat is, amely elgazdagította a közös gondolkodást, amit a katekézisnek a szolgálata jelentett sokak számára. Számára neki a korábbi életében még nem nyílott meg a hitnak a kapuja, de házasságában, hitvesével, családjában egyre inkább kibontakozott az Isten országa és annak igazságának a keresése. És ez egyre jobban elmélyült, és valóban életté vált, hiszen mindeközben nehézségeit, keresztjeit, betegségének gyötrelmeit is kellett hordoznia. De erőforrás volt számára az Isten ügyének a megismerése. És egyre inkább szívében a szülő hazájából szívébe befogadott és hordozott ortodoxiát elmélyítette, összhangot teremtve ökumenikus módon a katolikus hittel, mint ortodox keresztény. A katolikus hitnek azokat a vonásait is felismerte, amelyek közösek. Tegyük hozzá, hogy nagyon sok közös vonás fedezhető föl, és a hit szempontjából a többségében ugyanazt a hitvallást gyakoroljuk és éljük, mint a keleti keresztény testvéreink. És ő ezt mind ötvözte a saját életében és szolgálatában. Bizonyára a Szentmise elején nem mindannyian tudtátok megérteni, vagy felidézni, hogy mire hivatkoztam, amikor az ő halála napját, a húsvét hajnalát említettem, és azt a halotti leplet, amit ide tettünk az oltárra, de jól ismeritek ezt a szép Moszkvából ide érkezett, ajándékba kapott halotti leplet, amely immár évek óta, hosszú évek óta a Szent Sír képe itt a templomunkban. Ezzel a halotti lepellel ábrázoljuk nagypénteken a templomunkban a Szent Sírt, és miután a sírból Krisztus fölkel a feltámadásra gondolva és azt ünnepelve, akkor ez a halotti lepel ide kerül az oltárra, a szent áldozatnak az asztalára, a korporálé, vagyis az oltár kendő alá, az oltár áldozati helyére, és ezen mutatjuk be a szent áldozatot. Ezért említettem, hogy elhunyt testvérünk éppen a feltámadás, a Vaskreszénye napján lépett az örök hazába, és bízunk abban, hogy az a feltámadási öröm, amit húsvétról húsvétra és vasárnapról vasárnapra, de minden szentmisében megünneplünk, az már teljessé válik az ő számára. Kérjük a jó Istent, hogy elhunyt testvérünket
aki kereste elsősorban az Isten országát és annak igazságát, ajándékozza meg az Úr színe látásának boldog örömével az örökké valóságban. De ezt a nyitottságot nekünk is el kell sajátítanunk. Ismét megemlítem, nem vádképpen vagy bírálatképpen, de megemlítem azt, hogy sajnos sok hívő testvérünk nem érdeklődik a hit titka iránt, nem foglalkozik avval, hogy a hit igazságait megismerje. Sokan úgy gondolják, hogy esetleg a gyermekkorban bizonyos egyszerű formában megtanult hittan ismeretek elégségesek egy egész életre. De ez a mai evangéliumból kiderült, ez nem elég. Minden nap kell keresni Isten országát és annak igazságát. És ebben a szóban, hogy igazság, ott van a szellemi ajándék, a szellemi ismeret, a hit titkának a kutatása, megismerése, nem hanyagolhatjuk el a tanulást, hogy a hit titkaiból aztán élet váljon. Ha nem tudjuk, hogy mit kíván az Isten, mire tanít minket az Úr Jézus, hogyan él az ő titokzatos teste az egyház, akkor hogyan tudunk ebben élni hiteles keresztényként. És ebben jó példa Galina, aki minden nap kereste a hit titkait, és kereste a választ arra, hogyan állhat az Úr szolgálatába. A Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát kérjük az itt maradott szeretteire, és mindannyian okuljunk abból, hogy a boldogságos szűzanya, aki elgondolkodott a pásztorok szavain, amikor Jézus megszületett Betlehemben, aki csodálkozva figyelte fiát, a 12 éves Jézust, kinek az atya dolgaiban kellett lennie, és mindezt szívében hordozta és fontolgatta, és egész küldetésében Simeonnak a figyelmeztető szavai is ott voltak a szívében, hogy lelkedet majd törjárja át, mindvégig kereste Isten országát és igazságát. Segítsen minket, égi édesanyánk, ebben, hogy mi is így tegyünk, és haladjunk előre az igazság útján, Isten országa felé. Amen. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Atya Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az egyházban. Katolikus egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent atyánként Ferenc pápáért, Péter megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyatottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szárazföldi, a tengeri, a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. E világból elköltözött testvéreinkért és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. A ma szentelendő diákonus és újmisés testvéreinkért, leendő szolgálatok buzgó végzéséért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket.
az örök hazába költözött Galina nővérünkért, és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveit kívánságát, s hallgass meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 173-as éneket a felajánlási verszakkal. Szűz anyánk ez áldozatú, mit Istennek mutatunk, hogy felségét dicsérje, szent fiatnak szerzése, de Istenem, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házában. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, és alakítsa egyházadat napról napra, Krisztus képmására, amelyet az ő dicsőséges anyjában csodálunk és magasztalunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A boldogságos Szűz Máriát Te adtad egyházadnak, mint az anyai méltóság tökéletes példáját és a jövendő dicsőség legtisztább képmását. Ő az a szűz, akiben a hit sértetlenségét szemléljük, ő az a mennyasszony, akit Krisztussal a szeretet felbonthatatlan köteléke fűz össze, s aki egyé vált vele a szenvedésben. És ő az az anya, aki a Szentlélek ereje által termékenyé lett, aki szeretettel gondját viseli minden ember javának. Ő az az erényekkel ékesített királynő, aki napba öltözik, s akit csillagok öveznek, és aki mindörökre részesül Ura dicső életében. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak Téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük, szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőségedben tölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban.
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Galina szolgálódról, akit most 2 hónapja magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, szeretteinket, a templomunkban nyugvókat és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból,
fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nélkül. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nélkül. Isten báránya, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a 112-es számú Hozsanna éneket énekeljük a szentáldozás közben. Ez nagy szentség, yeah.
Kedves testvéreim, most ima közösségben azokkal a testvéreinkkel, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szentmise ünneplésébe, a lelki áldozás imájával kérjük az Úr Jézus kegyelmi látogatását. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add meg egyházadnak, hogy a szentség kegyelmével megerősödve, örvendező lélekkel járja az evangélium útját, amíg el nem érkezik a boldog örökké valóság békéjébe, ahová Szűz Mária, a te alázatos szolgáló leányod, megdicsőülten már eljutott. Krisztus, ami Urunk által. Amen. A Szűz anyát, mint égi édesanyánkat köszöntjük a 195-ös ének első és második verszakával. A Jóisten áldását kérem most mindnyájatokra, hogy tiszta szívvel keressük Isten országát és annak igazságát, és mindnyájan el is jussunk oda, ahol majd Istennel, előrement szeretteinkkel és a most közösségben velünk levőkkel együtt lehetünk. Erre kérjük Isten áldását, kérem a gazdagréti testvéreimre, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istenre legyen a hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kéri, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére. A sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére jönnek a világban, Isten erejébe, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörögj, Szent Pió és Szent Sárbel Atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. A város szívétől délben,